Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Fradi TV az M4 Sporton. 2016. február 11-én 94 éves korában hunyt el klubunk és a magyar labdarúgás legendás játékosa Rudas Ferenc. Az ikonikus hátvéd 16 éven keresztül szolgálta a szeretett klubunkat és a legnehezebb időszakokban is kitartott mellettünk. Szerdán kísérték utolsó útjára az új köztemetőben. Én is köszöntöm Önöket. Milyen egy Bajnokok Ligája közvetítés belülről? Izgul-e Hajnal Tamás vagy Gere Zoltán az élőadások előtt? És miként szerepel két kiváló játékosunk egy új szerepkörben? Riportunkból minden kiderül. Hajnal Tamás és Gere Zoltán ezúttal más szerepkörben. Bár két válogatott játékosunkat elsősorban az ellenfél térfelének közepén, Fradi mezben szokhattuk meg, az elmúlt időszakban inkben és nyakkendőben az M4 stúdiában is felfeltűntek. A Bajnokok Ligája mérkőzéseket ugyanis többek között a Ferencváros klasszisainak segítségével elemzik. A Fradi TV kedden és szerdán mindkettejüket elkísérte, hogy a kulisszák mögül mutassuk meg a felvételeket és játékosaink másodállását. Az este Tamás számára a sminkszobában kezdődik, ezután következik a megfelelő nyakkendő kiválasztása. Sok bibelődésre nincs szükség, már is készen áll a forgatásra. A felkészülést persze közel sem lehet csak ennyivel elintézni. Ez egy teljesen más pálya, egy teljesen más szakma, és természetesen az első alkalommal nagyon nagy lámpaláz volt, ez minden egyes alkalommal egy picit csökken, de ez egy egészséges versenyláz, azért ugyanígy itt is megvan bennem, mint ahogy a pályán. De nagyon fontos, hogy jó felkészüljek, és ezt a részét szeretem, tényleg sok meccset nézek, sokat olvasok az adott mérkőzésekről, majd összességében úgy a fociról, tényleg sok utánajárás és a jár, és szerencsére most már azért az internet által olyan lehetőségek vannak, hogy tényleg mindennek utána lehet nézni, jó felvételeket lehet megszerezni, mérkőzéseket egész évben meg lehet nézni, úgyhogy ezt próbálom is kihasználni. Komoly munka egyik fontos helyszíne a stúdió. A műsorvezetők, a szakértők, az operatőrök és a gyártásvezető már 8 óra előtt elfoglalják a helyüket, hogy a kezdésnél minden rendben legyen. Minden perc történéseit pontosan beosztják, és folyamatosan kapcsolatban vannak az egy emelettel feljebb található vezérlővel, amely a másik fontos helyszíne az adás elkészítésének. Ahogy balról jobbra végigmegyünk itt a vezérlőben, a grafikai elemeket kezelő emberek ülnek ezen a szélén, majd ahogy megyünk arra, egyre közeledünk azok az emberekhez, akik a tartalomért felelnek. Van a rendezőnek egy segítője, ő mellette közvetlenül közel és mondja a másik helyiségben lévő bejátszást indító kollégának, hogy éppen mi következik az adásmenet szerint. A rendező irányítja azokat, akik a kamerákat kezelik lent a stúdiótérben, illetve a hangot, valamint a grafikát, tehát ő fog össze mindent. Én pedig hozzá közel, mint a tartalomért felelős ember, mondom, hogy éppen arra, amiről beszélgetnek a stúdióban a műsorvezető, illetve a szakértők, arra éppen tartalmilag milyen kép illik, milyen grafika, illetve az adásmenet szerint minek kell következnie. A legvégén pedig az én segédeim vannak. Tetszett magadnak? Nagyon. Akkor kész vagyunk, köszönöm szépen! A felkészülés kedden és szerdán is hasonlóan zajlik, Gere Zoli pedig már otthonosan mozog a kamerák, virtuális hátterek, operatőrök tengelyében. Megmondom őszintén, élvezem, szeretek meccset nézni, szeretek a futballról beszélni, szóval nem tartom
nehéz feladatnak ezt. Nyilván fel kell készülni a csapatokból, akik játszanak, meg azért valamennyire, sőt, azért teljesen képbe kell lenni, hogy ki mit játszik, meg kik játszanak a csapatokba, úgyhogy én élvezem az egészet. Mennyire ismerkedtél össze ezekkel a technikai vívmányokkal, gondolok például arra a touchpadra, amin úgy elemeztek? Ezt egyelőre ráhagyom Matyira, ő abban nagyon jó. Én csak mondom, hogy hova húzza a nyilakat, meg mit karikázzon be. Csapattársad Gera Zoli is szokott szakérteni, melyik őtök a jobb? Hú, ezt nem tudom, ezt inkább a nézők döntsék el, úgyhogy biztos, hogy különbözőek vagyunk, és de mind a kettőnknek nagyon fontos, sokat beszélünk azért róla, és azért is vállaltuk el, hogy kipróbáljuk magunkat ezen a pályán is, és hogyha már elvállaltuk, akkor szeretnénk is tőle minden jobban teljesíteni itt is. Persze szoktam Tomit figyelni, Tomi nagyon jól csinálja, látszik ő is, hogy készül, tényleg lelkismeretesen csinálja, ő is szerintem szereti csinálni, és ez visszajön. Bár Gerzson korábban már elárulta, jövő nyárig még biztosan a futballpályán képzeli el magát, hosszú távon sem nehéz elképzelni őt ezen a területen. Nem lenne egy nehéz pálya osztani az észt. Hát szeretném minél jobban csinálni, és hogyha esetleg van hozzá tehetségem, meg jól is megy, akkor szívesen csinálnám ezt hosszú távon is a futball után. De hát meglátjuk, hogy alakul ez a szakkommentátorkodás. Aggódni persze nem kell, még jó ideig az öltöny és nem a stoplis cipő kerül a szekrénybe. Szabad szállásra látogatott a Fradi. Női labdarúgónk Németh Júlia, valamint a helyieket jól ismerő utánpótlás játékosunk Pinty Roland mellett Böde Dániel érkezett meg a Bács-Kiskun megyei településre. Válogatott klasszisunk számára nem csak a felé áradó óriási szeretet miatt maradt emlékezetes ez a nap, hanem azért is, mert itt debütált először riporterként. Múlt héten szabadszálláson volt a Fradi suli program következő állomása. Szabadszállás egy 6200 főt számláló alföldi város, amely Bács-Kiskun megyében mintegy 80 kilométerre fekszik Budapesttől. Az FTC iskola látogatási programja először látogatott el Pest megyén kívüli településre. Szabadszálláson a Petőfi Sándor általános iskolában már nagyon várták a gyerekek női labdarúgónkat, Németh Júliát, a városába visszatérő utánpótlás focistánkat, Pinty Rolandot, valamint a magyar válogatott és a Ferencváros népszerű csatárát, Böde Dánielt. Elmúlt napok nagy készülődéssel teltek, mindenki mindenféle erekét előkeresett, ami csak létezett padláson, pincében otthon, ezen kívül gyártottak is, és természetesen tanulták a Fradi indulót, hallgatták a Fradi indulót, nagy izgalomban voltak. A jó hangulatú eseményen a gyerekek nagy érdeklődéssel hallgatták Böde Daniékat, akik elmondták, hogy milyenek a mindennapjaik élsportolóként. A program részeként az iskolások is megmutathatták, hogy mennyire jól ismerik a Ferencvárost. Az előadás végén a gyerekek közös fényképekért és aláírásokért állhattak sorba sportolóinknál, akik nagyon élvezték, hogy a szabadszállásiak ennyire szeretik őket. Örömteli, hogy ilyen nagy szeretettel fogadtak mindannyiunkat. Úgy gondolom, hogy jó hangulatot telt ez a egy-másfél óra. Szerintem mondhatom a többiek nevében is, hogy jól éreztük magunkat. Hány aláírást osztottál ki? Meddig számoltad? Hú, hát nem tudom, hogy a Palit kéne megkérdezni, hogy hány autogramkártyát hozott. Mert azt mindent aláértük, mindent elosztogattam, és még azon kívül egy... hát most számon nem tudok mondani, mert tényleg nagyon sok. Böde Dániel a szabadszállási látogatás során új szerepkörben is kipróbálta magát, ugyanis női labdarúgónkkal, Németh Júliával ő készítette el az interjút. Elmondhatjuk, hogy csatárunk itt is megállta a helyét. Hogy érezted magad? Nagyon jól éreztem magamat, örülök, hogy itt lehettem a gyerekek között. Nagyon nagy élmény volt, hogy a Fradit képviselhettük itt szabadszálláson. Mennyire tölt fel ez a délutáni foglalkozás? Nagyon feltöltött. Jó látni a fiatalok szemébe, hogy csodálnak minket, úgyhogy nagyon jó élmény volt. Először voltál ilyen eseményen, mennyire izgultál előtte, és hogy érezted magad? Nem tudom, hogy életedbe osztottál-e már ki annyi aláírás, mint most?
Biztosan nem hozhattam még ki ennyi aláírást. Kicsit izgultam az idefele vezető úton, de elég gyorsan feloldottunk. Itt mindenki nagyon kedves volt velünk, úgyhogy könnyen ment a feloldódás. A gyerekek nagyon megszerettek rögtön. Én is szeretem őket, úgyhogy szerintem ez nem szokott nekem így gondot okozni. A kisgyerekekkel így könnyen megtalálom a közös hangot. Pinki Roland személyében a szabadszállásiak egy igazi helyi példaképet is láthattak, aki a helyi foci csapatból jutott el a Ferencvárosba. Rolandot én fedeztem föl, 11 éves korában jelentkezett nálam. Ő birkózott itt szabadszálláson, onnan került át a labdarúgó csapathoz, már Serdülőbe is kiemelkedett. Az első év után el is vittem őt Felcsútra, a Puskás Akadémiára, ahol azonnali hatája fölvették, tehát a képességei már megvoltak. Ő tulajdonképpen becsületes, jóra való, nagyon-nagyon szorgalmas edzésmunkát, edzés nem hagyott ki soha, sőt inkább a pluszmunkát is fölvette, tehát egy vérprofi gondolkodású fiú. Te ismerős terepen voltál, mennyire volt jó érzés itt lenni? Hát én nagyon jól éreztem magam, mert nagyon sok ismerős volt, én ide jártam suliba, jó volt. Hány évet töltöttél itt? Hát ebben a suliban 5 évet, 5. osztálytól mentem el. A Fradi Suli program, amelynek keretein belül népszerű sportolóink iskolákba látogatnak, tovább folytatódik. Azok az iskolák, amelyek szeretnének bekerülni a Fradi Suli program egyre zsúfoltabb naptárába, a Fradi Suli program kukac.fradi.hu címen jelezzék részvételi szándékukat. Az NB1 22. fordulójában a tabellát 20 ponttal vezető csapatunk a Budapest Honvéd otthonába látogatott. Sajnálatos módon sem az eredménnyel, sem a mutatott játék képével nem lehetünk elégedettek. A következő pár percben megpróbáljuk kideríteni az okokat. Semmi sem jött össze labdarúgó csapatunknak a szombati Honvéd elleni mérkőzésen. Játékosaink közül egyedül Dibusz Dénest érheti dicséret, aki több szép védéssel tartott a meccsben a mieinket. Ezek ilyen keserédes dolgok, nyilván örülök neki, hogy azért voltak védéseim, de egy kapus mindig bosszant az, hogyha gólt kap, főleg, hogyha már ugye kettőt is. Úgyhogy nyilván ez engem is. Igaz, hogy azt gondolom, mind a kettőnél kiszolgáltatott helyzetben voltam, de ettől függetlenül azon kell dolgoznunk, hogy a jövőben ilyen szituációk ne alakulhassanak ki a kapunk előtt. Két alkalommal azonban kapusunk sem tudott hárítani, így hiába talált be a hajrában Roland Lama egy szép fejest követően, 2-1-es vereséget szenvedtünk a Bozsik stadionban. A legnagyobb probléma az volt, hogy helyzeteket sem tudtunk kialakítani. Látszott, hogy a Honvéd a túlélésért küzd, míg nálunk némely játékos nem volt hajlandó azt nyújtani, amit kell. Nem mentünk bele rendesen a párharcokba, ez pedig ilyen mérkőzéseket eredményez. Hát így van, ez volt a legnagyobb probléma, hogy nem voltak helyzeteink. Ugye gyakorlatilag itt a vége felé volt egy szöglet utáni fejes, ami kapufa lett, és ugye a gól, tehát gyakorlatilag nem volt ezen kívül kapura lövésünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez volt a legnagyobb probléma. Nem tudtuk a párharcokat megnyerni, nehéz volt a pálya, próbálkoztunk ugye mégis inkább a középpályát átjátszani minél gyorsabban, de erről nem tudtuk megnyerni a párharcokat, nem tudtuk megtartani a labdákat, még a Honvéd pedig főleg azután, hogy megszerezték a vezetést, tudta azt a játékot játszani, amit szeret. A két gyors emberüket a szélén indítgatták a kontratámadásaink alkalmával, úgyhogy sajnos ez a mai mérkőzés, hogy ez így sikerült, de hát szerdán már lehet javítani. Az tehát a játékosok számára is világos. A Magyar Kupa negyeddöntőinek visszavágóján teljesen más mentalitással kell futballozni. Tomás Doll közvetlenül a mérkőzés után még nem említett konkrétumokat, egy azonban biztos. Csak az lép majd pályára szerdán, aki 100%-osan képes küzdeni. Még nem tudom, hogy lesz-e változás a kezdőben a videóton elleni visszavágóra. De nem is ez a leglényegesebb, hanem hogy egyes futballisták más hozzáállással játszanak. Túl sokan veregetik a játékosok vállát, de egyelőre nem a nyári időszak kell, hogy a fejekben járjon. A futballal és a saját teljesítményükkel kell foglalkozniuk. A
visszavágás sikerült, 21-18-ra megvertük a Nagybányát a Bajnokok Ligájában. A Győr is nyert vasárnap, így biztossá vált, hogy a két csapat egymással találkozik majd a BL negyed döntőjében. Mozgalmas tehát a tavasz a kézis lányok házatáján. Lássuk, mit tervez a továbbiakban a szakmai vezetés. Női kézilabda csapatunk a hétvégén fantasztikus játékkal 21-18-ra legyőzte a Nagybányát a Bajnokok Ligája középdöntőjének utolsó mérkőzésén. Elek Gábor együttese így megőrizte a sorozatban a hazai veretlenségét, és a harmadik helyen végzett a Rostovdon és a Lárvik mögött. Hát én úgy értékelem, hogy az évelején ezt valaki leírja, akkor én ezt azon aláírom. Ugye ott azért nem, ugye Tomori Zsuzsi távozása után azért nem láttuk pontosan azt, hogy ebből mi fog kisülni. Én akkor ezt aláírtam. Most is igazából, tehát két és fél mérkőzéssel van problémám, ugye a két idegenbeli nagy arányban elvesztett mérkőzés az nagyon-nagyon fáj továbbra is, bár azt mondom, hogy tehát ezeknek mindig megvan a maga oka. Valamint a Rostov ellen itthoni elvesztett egy pont, az mindenképpen lehetett volna jobb. Tehát számszerűleg nekem az egy pont hiányzik, látványban viszont a másik két mérkőzésben van bennem komoly hiányérzet, de hát azt is látni kell, hogy itt azért borzasztóan elfáradtak játékosok. Tehát mi azért egy munkás csapat vagyunk idézőjelben, akik a munkából tudunk jó teljesítmény nyújtani, és ezek a mérkőzések pont arra az időszakra estek, amikor nem tudtunk effektív munkát végezni, annyira sűrű volt a programunk. Nyilván ezt egy kicsit jobban kell megoldanunk a későbbiekben. A bajnokság a Magyar Kupában, én azt gondolom, hogy maximálisan elégedett lehetek. A Bajnokok Ligája középdöntőjét követően női kézlabda csapatunk a negyeddöntőben a Győrrel játszik, a tét óriási, hiszen a párharc győztese bekerül a Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjébe. A két hazai csapat csúcsrangadóját ráadásul a bajnokságban és a Magyar Kupában is megrendezik. Körülbelül így számoltunk, tehát mi ezt azért, de minket ezért nagyon nem lepett meg, tehát én sejtettem, hogy a Bukarest-Győr mérkőzésen nagy meglepetés nem fog történni, miután a románoknak ez se előre, se hátra menetet nem eredményezett, tehát semmilyen eredmény. Ennél fogva én azt gondolom, hogy ezzel lehetett számolni, meg azzal is, hogy a Flőriba Larvik nyerni fog még akkor is, hogyha számomra egy kicsit nehezebben következett be ez az eredmény, mint ahogy én gondoltam volna, de összességében tehát én ezzel számoltam. Mindenképpen pozitív az, hogy nem kell utaznunk a Balkára. Ugye itt már nem mondhatom azt, hogy van könnyebb, meg nehezebb ellenfél, mert minden ellenfél borzasztóan nehéz. Ugye hát, ami a hátránya az, hogy nagyon sokat kell most a következő két hónapban a Győrrel majd játszanunk, és előtte még van egy kéthetes válogatott időszak, úgyhogy valószínűleg, hogy a győri edző kollégám Ambrosz Martinnal nyár elejére nagyon komoly barátságban leszünk már, hogy a válogatottnál együtt dolgozunk, utána meg egyfolytában egymás ellen. Mondom, ennek van egy ilyen pikantériája, de én azt gondolom, hogy félre fogjuk tudni rakni mind a válogatottnál végzett munkánál a klub munkát, mind a klubnál végzett munkánál a válogatott munkákat, úgyhogy ebből nem lesz problémánk. Nem mondom azt, hogy örülök a papírforma szerinti 6 győr mérkőzésnek, de nem is élem meg tragédiaként, tehát ez azt az élet, ezt kell megoldani, lehetőleg minél jobban. Bár a pályán a Bajnokok Ligájában, a Magyar Kupában és a bajnokságban is egymás ellen meccsel majd Elek Gábor és a győriek vezetőedzője Ambrus Martin, a magyar válogatott mellett viszont egymással együttműködve dolgozik majd a két szakember. A közös munka menete a napokban fog körvonalazódni. Hát ugye most fogjuk majd elkezdeni ennek a hétnek a péntekén, vagy hát inkább szombatján fogjuk elkezdeni, ezért én is kíváncsian várom, hogy ugye mi egy pár alapdolgot leraktunk egymás között, vagy megbeszéltünk, hogy mi az, ami ebben mellett ma iszonyatosan kitartunk. Én bízom benne, hogy ezt végre fogjuk tudni hajtani, és mondom, hogy a legfontosabb az volt, hogy akármi van, mi egységesek maradunk. Kajak kenu szakosztályunk kenu szakággal bővült. Az első lépéseknél, teendőknél ott volt a Fradi TV kamerája is, és a sikeresnek ígérkező munkába is bepillanthattunk. Ismerkedjünk meg a legújabb fradistákkal. Kajak kenu szakosztályunk 2015 végén kenu szakággal bővült. Szabó Attila, egykori világbajnok, mesteredző vezetésével. Tehát 2010-ben alakult újra a Fradi kajak kenu szakosztálya,
és akkor gyakorlatilag csak a kajak szakosztály, vagy kajak szakág indult el, mert hogy nem volt se kenus edzőnk, se kenus versenyzőnk. És aztán egy pár hónappal ezelőtt kezdtünk el beszélgetni Szabó Attilával, mesteredzővel, aki 1000 éves barátom egyrészt, másrészt nagyon jó szakember. És neki van 3-4 olyan versenyző, aki úgy gondoljuk, hogy esetleg odaérhet mondjuk akár egy válogatott szintre. Nagyon nagy köszönettel tartozok a Ferencvárosi Torna Klubhoz, hiszen ezt az elképzelést, amit én kitaláltam, közösen a Salánki Györgyel, akit lát, majd bemutatjuk ezt a kis létesítményt, tulajdonosa, hogy azokat az embereket, akiknek az egyesületük nem tud valamiféle szerződést adni, mi fölkaroljuk és megpróbáljuk a teljesítőképességüket még addig a fokig, ameddig érdemes, hogy ezt az élményt át tudják élni, hogy életükben a legnagyobb teljesítményt el tudják érni, ezért vagyunk itt. A Fradi kajakkenu szakosztályához 3 kenus csatlakozott. Kovács Máté, Seprényi Balázs, valamint Sáfrán Mátyás, aki kétszeres Európa-bajnok, VB bronzérmes és a pekingi olimpián is részt vett. Igazából 4 éve én majdhogy nem abba hagytam a kenuzást, több sérülés miatt, és így munka mellett hobbi szinten kenuzgattam. Így csatlakoztam Szabó Attila csoportjához, ahol kezdtem újra magamra találni. Éreztem azt, hogy igen, még tudom terhelni magam még, és nem kell feladnom a sportpályafutásomat. És ebbe az évbe jutottunk el arra a szintre, hogy már merünk remélni, és így a Fradi nagy segítség volt, mert tényleg most úszni, futni, kondizni, sokat jártunk be a Népligetbe, és nagyon hasznos kiegészítője volt ez a hagyományos kenus felkészülésnek. Szeretnék újra bekerülni a válogatottba, és nyilván kijutni a nagy nemzetközi versenyekre. Olimpiai éve van, hát nem szeretnék ennyire nagyképű lenni, tényleg nagyon eltűntem az elmúlt 4 évben, önhibámon kívül, de pont ezért nagyon szeretnék bizonyítani, és hát, ha esetleg összejön ez a nagy álom. Ez volt már a Fradi TV, tartsanak velünk a jövő héten is, hiszen akkor is sok érdekességgel szolgálunk önöknek. Addig is hajrá, Fradi, mindig és soha!